Miért létezik bármi is, ahelyett, hogy semmi sem létezne? Ezzel a kérdéssel kezdtem a legutóbbi videómat. A válasz az volt, hogy az ige, a logosz az oka mindennek, hiszen minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. A mai kérdésem valahogy így hangzik. Miért van élet, ahelyett, hogy csak élettelen anyagi létformák léteznének? És hogyan lett az élettelenből élő? Egyetemi éveim elején úgy gondoltam, a materialista tudósokhoz hasonlóan, hogy az évmilliárdokban és a körülmények szerencsés alakulásában kell keresni erre az óriási minőségi ugrásra a magyarázatot. Ma már inkább János apostol meggyőződését osztom, aki azt írja, hogy benne élet volt. Mármint az igében, a logoszban, aki által minden létrejött. Tehát János szerint nem az élettelenből lett az élő, hanem az élőből lett az élő. A magasabb létformában létező logosz Istenben élet volt, így képes volt létrehozni az alacsonyabb létformák élő világát. Tehát az ige, a logosz az élet okozója. És az élet volt az emberek világossága. Élet, világosság, ez a két fogalom végig kíséri János evangéliumát. Itt arról ír, hogy az ember világossága a logoszban lévő életből fakad. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. De mi, emberek, emberiség, nem ott keresünk világosságot, nem ott kerestünk világosságot, ahol János írta. Volt olyan kor, amikor a vallásos élet, az erkölcsös életvitel jelentett világosságot. Ebben kerestünk életet, értelmet, célt, útmutatást. De úgy tűnik, ez nem adott világosságot, legalábbis nem bizonyult maradandónak, mert az ember továbbra is kereste a fényt. Aztán új fényforrásra talált a felvilágosodás korában. Az értelmet, a tudást, a természetet tekintette a világosság forrásának. A modern ember nagy lelkesedéssel fogadta az ész abszolút diadalát, de végül mégiscsak csalódott benne. A felvilágosodás kecsegtető ígéretei közül bizony sok egyáltalán nem teljesült. Ezért a csalódott ember, a posztmodern ember már nem egy objektív rajta kívülálló világosságot keres, hanem a saját szubjektív, belső világosságát. Önmagában keresi a világosságot. Ennek következtében viszont elveszíti tájékozódását, hiszen minden szubjektív és relatív lesz. De ez az ember csak keres, csak keres, csak keres tovább és tovább. Ebből én két dologra következtetek. Egy. Minden kor, minden embere keresi a világosságot, kereste a világosságot, tehát benne van a világosság utáni vágy, mármint az emberben. Kettő. Mivel még mindig keres, nyilvánvaló, hogy eddig csak átmeneti, pislákoló fényforrásokat talált, amik ugyan egy időre fellobbantak, de csalódottságot, elkeseredést, sötétséget hagyva maguk után ki is aludtak. Nem volna itt az ideje belátnunk, hogy nem a vallásos moralizmusban, nem az értelem diadalában, nem a saját szubjektív igazságunkban, és nem is a relativizmusban van a világosság, hanem a János által számunkra bemutatott élő igében, az örök isteni logoszban. Ő életet adott nekünk, és világosságot ad nekünk. Az ő élete által létezünk, és a világossága által látunk. Ez a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az eredeti kifejezés úgy is értelmezhető, hogy a sötétség nem képes befogadni, megérteni a világosságot. És úgy is értelmezhető, hogy a sötétség nem képes legyőzni a világosságot. Valójában mindkét változat igaz. Ezt a sötétségben fénylő világosságot, az élő igét,
az örök logoszt mutatja be János az evangéliumában. Érdemes elolvasni, kezd el olvasni, kezd el még ma!